sudden vergiss. Schau die Menschen, die es jeder hinauf zu den sonnigen Höhen. Schau hinauf, wo der weiße Kondor so einsam zieht. Wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied. A Jézus Krisztus. Amen. Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Húsvét éjszakáján az egyház talán legszebb liturgiája jeleníti meg számunkra a szent titkokat. A liturgia szimbólumaiban, újongásában megjelenik a fény és a sötét, a tűz és a víz, a nap és a csillagok, hogy együtt magasztalják a feltámadott Krisztus, aki legyőzte a bűnt, a halál. A liturgia négy részből áll. Az első rész a fény liturgiája. A tűz megszentelése Krisztus tüzének, a feltámadás fényének ünnepe. Ezt követi az ige liturgiája. Az ősegyházban csak húsvét éjszakáján kereszteltek. Az olvasmányok a keresztség titkáról, annak gyümölcseiről beszélnek. A harmadik a keresztség liturgiája, amelyben mindnyájan átéljük keresztségünk titkát, s megújítjuk keresztségi fogadalmunkat. Mindezek után következik a húsvéti feltámadási szentmise. A liturgia természete szerint éjszaka kezdődik. Abban a sötétben, amely a világra borult Krisztus halála után, amikor úgy látszott, hogy a halál legyőzte az életet, a bűn legyőzte Krisztust, ebben a sötétben nyúl ki a remény, kigyúl Krisztus tüze, az egyház tüzet szentel. Kedves testvéreim, ezen az éjszakán
amikor a mi Urunk Jézus Krisztus a halálból életre támad. Az egyház meghívja az egész világon szerte élő gyermekeit, hogy virrasszanak és imádkozzanak. Ha így emlékezünk Urunk húsvétjára, vagyis ha igéjét hallgatjuk, halálát és föltámadását megünnepeljük, akkor remélhetjük, hogy a halálon való győzelmének is részesei leszünk, és vele együtt élünk Istenben. Zoltán atya a templom előterében szenteli meg a tüzet. Mi a sötétben éljük át a jelképek mondani valóját. Az új tűzről, a feltámadás tüzéről Zoltán atya meggyújtja a húsvéti gyertyát, amely Krisztus jelképezi. A krisztusi tűzzel, gyertyával indul majd el a sötét templom felé. Mi vagyunk a sötétben járók, akik várjuk a tüzet. Könyörögjünk! Istenünk, Te szent fiad által isteni fényességet tüzét adtad híveidnek, kérünk, szenteld meg ezt az új tüzet. És a húsvéti ünnepek kegyelmeivel mennyei vágyakra gyújtsd föl szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőséget fényének megünneplésére Krisztus, a mi Urunk által. Jézus Krisztus tegnap és ma, övé a kezdet és a vég, övé az alfa és az omega. Övé az idő, az örökké valóság, övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen. Bejáratában énekli az újongó örömhírt, Krisztus világossága. És mi válaszoljuk, Istennek legyen hála. Krisztus világossága. Istennek legyen hála. Zoltán atya a templom közepe felé indul. Ott újra énekli, Krisztus világossága. Válaszolunk, majd a gyermekek és minisztránsok gyújtják meg gyertyáikat. Ezen az éjszakán, amilyen Jézus Krisztus a halálból életre támad. Az egyház meghívja az egész világot szertéltől élő gyermekeit, hogy virasszanak és imádkozzanak. Ha így emlékezünk Urunk húsvétjára, vagyis ha igéjét hallgatjuk, halálát és feltámadását megünnepeljük, akkor remélhetjük, hogy a halálon való győzelmének is részesei leszünk, és vele együtt élünk Istenben. Krisztus világossága, Istennek legyen hála.
keresztülők és a szülők megígérték, a gyermeket vallásos módon nevetik. Testvérek, a héten kérdeztem meg gyermekeket is ma, hogy mi van ma, mit csinálnak. A gyermekeknek semmilyen olyan fogalmuk nem volt arról, hogy a mai napot hogyan kell megünnepelni. Hiába magyaráztam hittanórákon a húsvétnak lényegét. Az egy oldalon maradt, mert a szülői háznál otthon a másik felét nem kapja meg. A kereségi fogadalmunk megújítása legyen megújítása úgy, hogy a gyermekeinknek legyen fogalma arról, pedig templomba járó szülők vannak közöttük, akik megkérdeztem. Legyen fogalma arról a gyermekünknek, hogy most mit ünnepel. A húsvét ne csak húsvét hétfőből álljon, amely a pogány szokásból maradt meg, hanem a húsvét Krisztus feltámadásának az ünnep legyen. És a pogány szokások hozzá van csatolva, mint húsvét hétfő, és ne a vacsorkodás sem teszünk be gyermekeinknek, amikor húsvétről beszélünk. A húsvét az egyháznak diadala, föltámad Krisztust ünnepeljük, mert ha mi nem hiszünk azt, hogy Krisztus feltámad, akkor az egész vallásosságunk, a papok ige hirdetése, tanúságtétele semmit sem ér. Ezt az ünnepet meg kell ünnepelnünk, ezt az ünnepet gyermekünknek bele kell töltetni, hogy ők is tudják, mit jelent a föltámadás. Alkulunk, hogy fiadában szájlelve vízve a Szentlélek ereje, hogy mindazok, akik Krisztus halálára temetkeznek a keresség vizében, életre is keljenek ő vele, Krisztus, ami úrunk által.
Most pedig tekintsük meg a református felekezet Isten tiszteletét.
aki az ő örök dicsőségére hívott el, Szent Fiában a Jézus Krisztusban. Ő maga tegyen titeket erősekké, szilárdakká, áldhatatosakká. Őré a hatalom és a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Vasárnap estére a vidámságé volt a főszerep. A művelődési házban rendezték meg a hagyományos húsvéti bált, amin a zenét a minis Ramli szolgáltatta. Thank you.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! Összeállításunkat kézilabdával folytatjuk. Az elmúlt hétvégén felemásra sikeredett a forduló az MB2 északnyugati csoportjában. Ifjúsági csapatunk győzött, felnőtt csapatunk sajnos kikapott. Akkor nézzük a részleteket. Először az ifjúsági csapat mérkőzéséből láthatnak részleteket. Ifi csapatunk 28-21-re győzött Alba Régia ellen. Sárga mezben láthatják egyébként a tarjáni ifistákat. Ők 15 győzelmet szereztek eddig, egy vereséget szenvedtek el, 30 pontjuk van, 503 gólt dobtak, 376 gólt kaptak csak, és az első helyen állnak. Góllövő listán ebben a csoportban Prac József 128 gólt dobott, ő a második helyen áll, csak megemlíteném, kedves nézőnk, hogy Prac Jóci 21 gólt dobott már a felnőtt meccsen is, mert ott is játszik, majd ahogy látják a következő képsorokon. Így összesen 149 gólt dobott már az MB2 északnyugati csoportjában. Gratulálunk, Jóci! Felnőtt csapatunk már nem áll ilyen ragyogóan, ők sajnos 9 góllal kikaptak, 18-29 lett a mérkőzés vége. Első fél időig ott voltam még, akkor 10-10 volt a mérkőzés állása, végül is 9 góllal kikaptunk. Ők az 5. helyen állnak, 12 csapat közül, ez nagyon jó helyezés. 18 pontot értek el, 456 gólt dobtak, 437-et kaptak, tehát még mindig pozitívak. Itt a góllövő listán a 7. helyen áll ebben a csoportban, az MB2 északnyugati csoportjában Straubinger Balázs, mégpedig 76 góllal. Gratulálunk, fiúk, csak így tovább! Yeah!
Thank you.
Gyurival áll itt a faluban, hogy őt fogjuk most lekicsérni zenekarra. Kérem, hallgassák és figyeljék őt szeretettel, nagyon tehetséges. Akkor már szól is tehát ide a kamerába. Thank you.
Thank you.